tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. A dombóvári képviselőtestület legutóbbi ülésén két alpolgármestert választott. Németh Tímea lett a társadalmi alpolgármester, Kerényi Zsolt pedig külsős alpolgármesterként segíti Pintér Szilárd munkáját elsősorban humán ügyekben. A pedagógus végzettségű szakember a szakképzés átalakítását látja a legégetőbb feladatnak, célja pedig nem más, mint a fiatalok helyben tartása. Nagy baj az, hogy Dombóvár nem tudja a fiatalokat megtartani. Ezen segíthetne az, hogyha valamiféle olyan továbbtanulási lehetőség lenne itt, amit esetleg majd ebben a változásban biztosítani lehet. Ha nem is egyetemi kampusz, vagy ilyesmi, de ahhoz valami hasonló jellegű dolgot. A testületi ülésen a korábbi három helyett két bizottságot hoztak létre, és tagjaik száma 6 főre bővült. A Humán Bizottság elnökének Horváth Józsefnét, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének pedig Gyarmatiné Kis Évát választották meg a képviselők, a civil tanácsnok pedig Tóth Zoltán lett. A képviselőtestület tagjai valamennyi többségi önkormányzati tulajdonú társaság esetében a felügyelő bizottsági tagokat visszahívták, és a már lemondott vagy a mostani döntéssel visszahívott tagok helyére új tagokat választottak. A képviselők döntöttek arról is, hogy 30%-kal mérséklik az illetményeket és a testület működési költségeit. Mind a bizottsági tagok, mind a bizottság elnökei, mind az alpolgármesterek önmérsékletet tanúsítottak. Ezáltal mintegy 30%-ot tudtuk csökkenteni képviselőtestületünknek a működési költségeit. Nyilván ott egy olyan döntés is, amikor döntöttünk arról, hogy a polgármesteri jólétét szolgáló gépjárművet értékesítjük. Ebből adódóan sajnos múlt héten egy kedves fiatalember munkanélkül lett, tekintette, hogy a gépjárművet értékesítjük, személyes sofőrre sincs már ezek után szükségem. Ezzel és egyéb költségcsökkentési intézkedésekkel együtt több mint 10 millió forintot takarítanak meg éves szinten a dombóvári képviselőtestület tagjai. A testületi ülésen döntés született arról is, hogy megszüntetik a Dombóvár és környéke több célú társulást. Ehelyett a város a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társuláshoz csatlakozik, és úgy működik együtt a járási településekkel.